Szent lélek, amit kérdeztem. Én ezt kihagynám most. Jó, ez rendben. Ez egy hosszú. Bölcsé. Jó, oké. Zsinatokról, erre nem fog gyorsan több. Csak röviden fogva, hogyha kibírjuk az iskolába, akkor erről jövőben fogunk végigmenni ezeken a dolgokon, hogy fogunk menni majd a Galata levélben, az fejezi ki a legjobban ezt az egész dolgot, a törvény, vagy az, amit hozott Pál apostol, fogunk menni a zsidókhoz írt levélhez, utána a római levélhez is fogunk menni, és hogyha ezt megértjük, ezt a gondolkozást, amit Pál hozott, akkor sokkal könnyebben és egyszerűen fogjuk tudni olvasni a Bibliát, mert ezt a pálfajta gondolkozást meg fogjuk érteni, hogy amikor arról volt szó, hogy túlságosan törvényellenesek lettek volna az emberek, akkor Pál megtartotta a törvény alatt lévő embereket. És ez főleg a római levélnél mutatkozik meg. És amikor megtér, a Galata egy frissen megtért gyülekezet volt, és be akarták hozni a kívülálló emberek a törvényt az Úr Jézushoz, akkor meg ellene fordult. És legfőképpen a ibetűre pontot a majd a zsidókhoz írt levél fogja tenni, ami csak a zsidókhoz szól, akik a megtért zsidók voltak, akik a törvény alatt voltak, és azt fogjuk látni az egészben több igénél is, hogy hogyan próbál ezt az egészet. Hát tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy ki írt a zsidókhoz írt levelet, de valószínűleg, hogy Pál, és azt is tudjuk, hogy nem véletlenül, lehetséges, hogy nem lett a neve megemlítve, azokat az igéket fogjuk majd megmutatni, hogy hogyan próbálja megváltoztatni ezeket a dolgokat. Senki másnál nem volt ez a kijelentés, csak Pálnál. És még Péter se látta ezt a kijelentést, Jakab még durvábban, abszolút nem, mert a Jakabot a teljesen a törvény mellett tette ki a voksát ezen a területen. Pálnak nagy valószínűleg ez okozhatta a halálát is ezen a területen, hogy olyanba piszkált bele, amiben nem kellett volna. És ezeket fogjuk fejtegetni. És egy nagy kérdés, hogy Pál megtartotta a törvényt, vagy nem. Megtartotta, de nem Istenért tartotta meg, hanem a zsidókért, akiket meg akart nyerni Krisztusnak. Ugye? Mert Pál betartotta a szombatot, betartotta a törvényeket, ugye megnyírta a fejét is, ünnepekre ment, betartotta az ünnepeket, de nem az Úr miatt tartotta benne az ünnepeket, a zsidók miatt, hogy megnyírja a törvény alatt lévőket Krisztusnak. Tehát ezekről fogom majd folyamatosan beszélni. És amikor már római levélben már annyira elburjánzott az, hogy ugye kevert gyülekezet volt, hogy már talán a zsidók ellen, akik volt az egész közösség, hogy már nem is kell a törvény, nem kellenek a zsidók, meg minden, akkor megtartotta a zsidó keresztényeket, akik a törvény alatt voltak. Védte őket. Úgyhogy számunkra is követendő példa? Mert úgy csak most úgy mondom, hogy néha gyerekeimtől hallom, hogyha fedjük őket, hogy hát zsidónak zsidó vagyok, görögnek görög. Tehát mikor néha feddem, hogy nem, így nem beszél, így világiak beszélnek, így, hát tudod, anya, zsidó. Ez nem úgy, hogy világinak világi vagyok, hogy... Valahogy így konvertálódik a dolog. Igen. Nagyon jó. Úgyhogy ez nem az, hogy egy kicsit ennek is akarok tetszeni, meg a vannak is. Nem erről volt szó, hanem itt azért volt szó, hogy megmentse ezeket az embereket az Úr Jézusnak. Ezért volt így. Jó, fogunk ezekről beszélgetni, hogyha kitartunk, akkor végig fogjuk vezetni ezeket a dolgokat, hogy lássuk ezt a fajta páli gondolkozást, amit ő kapott kijelentésben. Mások ezt a fajta, se Jakab nem látta ezt a kijelentést, se Péter nem kapta ezt a kijelentést ezen a területen, és maga Pál, akinek ez így kijelentetett. Jó, hát most nem akarok jobban, én talán nem most ebben kapok. Ugye, mert most csomó dolog felmerül ezen a területen. Hát, ha nincs törvény, akkor mi alapján tudjuk meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Ugye? Hogyha eltöröltetett a törvény, és nem vagyunk a törvény alatt, akkor mi alapján ítéli meg a Pál, hogy mit kell nekünk csinálni, vagy mit nem? Mi jött a törvény helyett? A testnek a cselekedetei, vagy a léleknek a cselekedetei. Ezek a hit jött be. És ugye képzeljük el, hogy
nem találjuk sehol, hogy nem lehet dohányozni a új szövetségben. Hát akkor valószínűleg lehet. Ugye, de ez nem így van. Nem találjuk sehol a új szövetségben, hogy lehet-e mesztelenül végig a Rákóczi utcán. Ezt nem találod meg, mert nincs benne a Bibliában. És mégis tudod, hogy nem jó. Mi alapján? Törvény alapján? Nem. A újjászületett lelkiismereted alapján. Ami több, mint a törvény. Valószínűleg a Pál besétálna az ajtón, engem rettentően összezavarna, mert megkérdezném, hogy például fogyaszt-e tisztátalan állatot, nem? És akkor erre most mit mondana? Pál, te eszel tisztátalan állatot? Na, ez mit mondana? Nagyon erre? Érdekes, elolvassuk majd a római levélbe azt a fejezetet, ahol erről beszél. Hogy ki, hogy mit fogyasszon és miért. Szóval nem ítéli el, ez majd belemegyünk ebbe a dologba, és ezekkel a dolgokkal is fogunk foglalkozni. Én csak annyit mondhatok neked, hogy hogyan én orvosolom ezt a problémát a tisztátalan állatokkal, hogy egyél meg mindent, ami nem esz meg téged. Egy gond van ebben, hogy hol találjuk ezt a Bibliát. Te is eti krokodil. Én nem krokodil. Igen. Úgyhogy ha nincs most rá idő, de ez egy nagyon jó kérdés, és azokat a kérdéseket végig, hogyha lesz türelmünk, végig fogjuk járni, hogy nekünk a lelkiismeretünk tiszta lesz, legyen tiszta, hogy valaki mit eszik és mit nem eszik. De a lelkiismeretünk hogyan alakul ki? Mert én azt hittem, hogy a törvény alapján is. Vagyis... Hogy az is formája. Valakinek igen. Valakinek igen. Például megtörténhet, hogy olyasmiért vádol a lelkiismeret, amiért nem kellene, csak azért, mert úgy mondták, és azt hiszem, mert úgy mondták, lehet, hogy nem igen, de lehet, hogy úgy neveltek. Igen, most egy kérdésem van. Ott ülünk a gyakorlati kérdés, jó? Menjünk a gyakorlatba, jó? Ott ülök a tévé előtt, jó? És... ki mondja meg, hogy mettől meddig kell ott ülni a tévéhet, és ki mondja meg, hogy mit lehet megnézni, és mit nem. Hol fogod ezt a Bibliába elolvasni? A lelkiismeretnél. De az nem mindig vezet tisztán, mert egy csomó minden befolyásolja a lelkiismeretedet, tanítás, ez igaz, de ha én viszont olyan dolgot cselekszek, még ha rosszul is hallottam valahonnan, de ha én olyan dolgot cselekszek, ami a lelkiismeretem ellen megy, akkor én az én szívemben azt úgy élem meg, hogy bűncselekedtem, nem? Tehát akkor nincs egy tiszta igazság, hanem a relatív az igazság, ahogy te azt a lelkiismeretedben, hogy de érzed? Egy és tiszta igazság, és az maga Úr Jézus Krisztus maga összegzett tanítása és életpéldája. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy amit az atyánál láttam, hallottam és tapasztaltam, azt mind átadtam nektek. Értitek? Érted? Úgyhogy nem relatív az igazság, hanem amit Jézus Krisztus bemutatott, az a tiszta és tökéletes igazság. És a többi az hitnek a kérdése. Nem hogy tudjuk, Jézus mennyit tévézett volna. Tessék, hát ő nem tévézett volna, mert ő, én szerintem ő azt mondta, hogy nem kellett neki, a híreket nem nézte volna, mert tudta, hogy mi van a világban. A szexfilm neked biztos nem nézte volna, a Hitlerről dokumentációs filmeket biztos, azzal csak veszítette volna az idejét. Manapság nálunk Szlovákia és Csehország szinte éjjel-nappal adják a antifasiszta filmeket. Nálatok is itt ez? Nem, csak tessék, csodálkozok, hogy ilyenek sokat vannak. No. Éjjel-nappal mennek az antifasisztai mindenféle film. Egyszerűen az idővesztés az egész. Mert kit érdekel az, hogy mit csinált Hitler, és érted? És Andor, ezt honnan tudod? Mit? Ilyen nap ezt adják.
mert majd repülőben így nappal nézem. Ez olyan volt, hogy mikor imádkoztak a gyerekek, és az egyik gyerek árulkozott a másikra, azt mondja, egész idő alatt, ahogy imádkoztunk, nyitott volt a szemem, azt mondja. És neked Nekem arányban járvállítom. Sándor bekapcsolt a tért, már megint ennek kikapcsolom. Legközelebb én bekapcsolom, hát van benne valami értelmes, ami az Úrról szól. Én megint ez meg. Soha nem találunk a tért. Jó. Azt mondja az ígér, akár eztek, akár isztok, mindent az Úr Jézus nevében csinálják. Inkább visszatérve ahhoz a gyakorlati dologhoz, amit Gabi említett, hogy a lelkiismeret az fejlődik. És az, ami lehet, hogy a hit elején belefért, mert nem volt ismeretem, nem volt bibliai látásom, vagy már azt ezt csinálták a többiek is, az már lehet, hogy nem fér bele. Vagy ezt azért a lelkiismeret fejlőd, és kell, hogy fejlődjön. Pál azt mondja azon, hogy amikor gyermek voltam, úgy cselekedtem, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Úgyhogy gyermeki lelkiismerete, de amióta felnőtt, az is változott. Minden változik. Ahogy megértjük ezeket a dolgokat. Ez lehet összefüggésben a megszentelődéssel is? Hogy ugye, például, hogy én csináltam olyan dolgot, hogy én nagyon sokat jártam régen diszkóban, még világi koromban, és egyszerűen, amikor én elkezdtem Isten keresni, akkor nekem ez a dolog, hogy én ne menjek le a barátaimmal, és ne ígyak meg egy sört, és ne menjek a diszkóba, ezt nem láttam az igép, és egyszerűen nekem ez semmilyen szinten nem mondta senki, jó, nem is reklámoztam, mikor mentem, hogy jöjjön, de valahogy, tehát ez nekem, én úgy voltam vele, hogy ez tök normális, meg én nem is tudnék enélkül élni. És akkor egyszer csak rákérdezett az egyik ismerősöm, aki tudta, hogy járok, és rákérdezett, hogy Norbi, és mi a helyzet a diszkóval? És akkor mondom, semmi különös, és így tovább is mentünk. És mikor mentem hazafele, akkor gondolkoztam, hogy én belsőleg, mikor kérdezte tőlem ezt, nagyon indulatos lettem. Tehát így belsőleg azt kérdeztem, hogy mit kérdez ez rá nálam a diszkóról? Miért? Úgy felháborodtam, és akkor na álljon meg, és akkor mondom, hogyha olyan tiszta a lelkiismeretem ezzel kapcsolatban, akkor miért háborodok fel? És elkezdtem vizsgálni ezt, tehát én ott azt gondolom, hogy addig, tehát én úgymond bűn tettem, hogy mondjam, tehát nem az Úr szerint éltem, de a szívem Isten felé az jó volt. De amikor megvilágosított az Úr valakin keresztül, hogy nem jó dolgot csinálok, akkor elkezdtem vizsgálni, és a Szent Szem, az Urat kértem, és imádkoztam, és a Szent Szem kimunkálta bennem, hogy ez nem jó út, és ezt letettem teljesen az életemből. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a tiszta lelkiismeret, amit... Az jó, ha valakinél ez így megy, de például, tehát mi nekünk meg annyira szoros volt a bilincs az egyházban, hogy amikor elkezdte az Úr ezeket a bilincseket levenni, úgy vettem észre, hogy túlkapásaink lettek pont emiatt, hogy nem volt egészséges lelkiismeretünk. És hogy most már akkor lehet ezt is, hogy most már akkor lehet azt is, és egész odáig, hogy egész... szerintem szélsőségekbe estünk bele, és most megint az van, hogy az Úrnak kell felépíteni. Tehát én a lelkiismeretemben már nem merek bízni, mert azt hittem, hogy azt régen mondod, egészséges volt, rájöttem, hogy beteg, mert az egyház alakította ki, most meg úgy léptem, hogy emberi lelkiismeretünk van, ami megint csak beteg. Tehát azt mondod, hogy a túlkapás az a túlszabadosság felé lett? Igen, tehát most tehát azért az volt, hogy mondjuk vegán legyél, vegetárián, és akkor megértettük az Úrnak, nem ez az akarata. Akkor bekúszott a csirke, na ha jön a csirke, akkor jön a marha, na ha jön a marha, akkor jönnek a tiszteltanátok is, hiszen az Úr megszente azokat. Most ez csak egy példa, az étkezés, nem ez a lényeg, de az élet több területén, a tévé, a monitor, Ez lényeges, nem hogy nem lényeges. Ez mindenlevel kivetődik. Igen, nem mindegy, hogy most egy töpörtyűt, bocsánat, ha ezt mondom, zöldhagymából, te nem jól elkismeret, te leszed meg, igen. És aztán azon fogsz kívülni, hogy megettem egy ilyen dolgot. Igen, most azt éved, aki nem eszi persze. Meg, azt éved, aki megeszi, vagy aki rossz lelkiismerete eszi. Igen, ezekről fogunk sokat... És ha valaki jól lelkiismerettel eszi meg? Mind én. Ez a kérdés, hogy melyik. Ez a jó, tehát ezért mondom, hogy ezért
többet számít a jó, a tiszta lelkiismeret, hogy tiszta lelkiismerettel csinálok valamit, akkor tudod, tehát hogyha valamit nem tiszta lelkiismerettel, csak akkor az van, hogy kételkedek abba, hogy ez most vajon le, és mit mond az ige arról, hogy a kételkedek, és nem hittel teszed, akkor minden, amit nem hitből teszel, az bűn. De ez egy pont, hogy már mindenbe kételd, az is, ha megeszem, az is, ha nem. Tehát már egy állandó önmarcangolás van. Ami nem, hitből van, az bűn. Ami nem, és pontosan itt a ennivalókról van szó a római levélben, hogy egymást nem szabad vádolni, úgyhogy ha teszem azt, nem eszed meg a, mit tudom én, a malacot, vagy nem tudom, akkor én nem vádolhattak ez miatt. Ó, aztán már túl vagyunk, hogy kikit vádol, itt az önvád, ami a legrosszabb. De neked kell tudnod, hogy hol vannak azok a határok, hogy érted? De ez nem olyan nagyon egyértelmű. Nem vagyok, csak egy ige, csak szerintem az ige tudja kitisztítani a dolgokat, és azt hiszem van egy rész, ahol azt írja az ige, hogy Jézus meg, hogy tisztává tett minden ételt, hogy van valami. Jó, most nem is a lényeg, nem is a ételek, nekem egy példát mondom. Nagyon régen volt ez, vasárnap volt, ugye nem volt semmi biblia ismeretem, és hát kitettem a szőnyeget a porolóra, és most gondolkoztam, jó? Kire parolhatom vasárnap a szőnyeget, van nem? Igen, hová, nem tudom. Jó, ez egy apróság, de mondom, itt van. És akkor elkezdem porolni. Vasárnap szabad-e porolni? Levettem. És mit mondott a szomszéd? Hát nem mondott semmi, de koszos maradt a szőnyeg. És ezek apróság, de menjünk le gyorsan vasárnap üzletbe. Érted? De a mózesi törvényben azt mondom, hogy rőzsét szedett a fickó, ugye szombaton. De vasárnapról beszéltél. Jó van, ugye, és akkor megkövezték őt. Ilyen dolog, ugye? Elkezdtem érdeklődni, elkezdtem olvasni, elkezdtem kutatni a Bibliát ezen a tereten, hogy van. Volt, hogy egy nap 6-szor vettem le, kicsik voltak a fiúk, legós doboz, érte? Nem, összepakolunk vissza, legós doboz. Nem, összepakolunk. Komolyan, azt hittem meg fog őrülni. Megkérlek, drága testvérem. Fontos dolog. Olvasd el, első Timóteushoz írt levél, első rész, 5. vers. Jó, fogunk többet most lapozni, és ehhez a témához fogunk olvasni. 1 Timóteus, első rész, 5. vers. A rendelkezés célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hívből való szeretet. Jó, jó lelkiismeret. Még egyszer. A rendelkezés célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hívből való szeretet. Igen. És akkor tovább, olvas tovább. Ettől némelyek eltévejettek. Igen, tovább, igen. Az üres beszédre hajlottak. Jó. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azokat, amiket beszélnek, sem azokat, amiket bizonygatnak. Jó, köszönöm. Ugyanúgy az első résznek 18., 19. és 20. vers, 18 és 20-ig. Azt a parancsot adom neked, fiam Timóteus, a rólad szóló korábbi proféciák szerint, hogy harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és a hit dolgában hajótörét szenvedtek. Lássátok, mennyire fontos a lelki. Úgyhogy nem rossz témát nyitottál. Persze, fontos, ez egy hatalmas, nagyon fontos, mert a jó lelki ismeretet, ha valaki eldobja magától, hajótörés szenvedett. Jó, megyünk tovább. A harmadik résznek a 6. és 7. versét. Ne legyen újonnan megtért ember, nehogy felfúvalkodva magára vonja az ördögnek járó ítéletet. Szükséges pedig, hogy a kívül lévőknek is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Másodikában van, igen. Mondja szólapot. És 9. vers? 6, 9, 6.
hanem olyanok, akiknél megvan a hit titka, tiszta lelki ismerettel. Hitnek a titka tiszta lelki ismeretben van. A hitnek a titka nem a ismeretnek a nagyságába, mélységébe, vagy kiterjedésébe van, nem a hitnek a titka a tiszta lelki ismeretben van. Most mondok egy példát. Igen, tessék mondani. Most valaki, most itt vannak a zsidók. A zsidók egész idő alatt arra voltak nevelve, hogy semmiféle tisztátalan állatot nem szabad megenni. Igen. Most jön a Pál, és akkor mondja, hát most már mindent szabad, nem vattok a törvény alatt, húzzák ki őket. A törvény alatt, teszem azt, ugye? Viszont a ő lelkiismeretük így volt beállítva, érted? És egyszer csak most akkor mi együnk tisztátalan állatot? Hol egész idő alatt így voltunk nevelve? De ugyanúgy a Péternek is ez így volt megmutatva. Na, igen. De mi által tudta elfogadni a új helyzetet? Csak hit által. Igen, csak hogyha nem tudta hit által elfogadni, elkezdte enni, megfertőztette a lelkiismeretét, így a hitét is elkezdte veszíteni, érted? És itt volt a gond. Jó van, Csongor, de Isten feltételezi, hogyha ő szól nekünk, akkor mi elhisszük. Ha nem tudjuk, nem tudunk hinni, igen, ha nem tudjuk, megint most már nem a tiszta lelki ismeretben, már ebben az esetben van a probléma, hanem a hitben. Mert ha Isten szól, akkor nekem azt el kell hinni. Mikor azt mondja az Úr, hogy én a tisztátalan állatokat megtisztítottam, így van, erről van szó. Akkor... Illetve a másik, nem az tisztított állam, amiből megy a százon, hanem... Akkor meg van tisztítva. És hogyha valaki nem, akkor nem a lelki ismeretben van a probléma, hanem hitből fakad a probléma. A tudatlanságból, ami aztán ugye a hitetlenséget okozza, és aztán rossz lelki ismeretet. Igen. Majd tovább megyek egész odáig, hogy élte a zsidó kultúra több száz éven keresztül, és egyszer csak jön egy ember, aki feláll a téren, és az egész zsidó hagyományrendszer és kultúra ellen elkezd beszélni maga a messiás. Persze ők akkor még nem tudták. Tehát, hogy én nagyon sokáig úgy voltam, hogy egyszer sajnáltam, hogy de jó, hogy nem akkor ott zsidó voltam. Mert egyszerűen egyik napra a másikra Krisztus felrúgta az egészet, és tehát egyszerűen, na ott, hogy tudták a maguk tiszta lelkiismeretét megtalálni egyen-egyenként. Itt álltam. Csak. Azt mondja Jézus, hogy senki nem jött hozzám, csak akit az Atya vonz. Igen. Tehát, hogyha neked megnyitja a szívedet, akkor ott lehetsz bármilyen zsidó dinasztiában. A zsidónak is meg kellett ezt harcolni. Ugyanúgy, mint nekem, ami benne voltam a világban, meg voltak a szokások, meg minden, és akkor most ezt én hagyjam el, ugye sokak is, mert ezt hagyjam el, és ami fontos volt nekem akkor, és el kellett valami, nem tudtam elképzelni. Érted? Hogy valami olyan igába tegyem én a fejemet, hogy házasság. És el sem tudtam képzelni. És meg kellett harcolni. És ez nagyon igazad van, Gabika, hogy a tiszta lelki ismeretes az a alap, minden áldásnak alap. Figyelj, én belenézek a Zsuzsikának a szemébe, és megmondom neki, őszinte és hű voltam hozzád mindenkor. Tiszta lelkiismeret. Érted? És ha jön rendőr hozzánk, akkor nem remegek, most melyik lopásomért most jönnek ide, vagy érted? Nem, tiszta lelkiismeretem, csókolom, mire van szükségükségük. Érted? De ha valakinek nem tiszta a lelkiismeretem, mit kezd? Elkezd futni. Leszalad a pincébe, vagy én nem tudom mi, és akkor elbújik el. Ez most abszolút nem arról van szó, most minden szabad. Abszolút nem arról van szó, hogy minden szabad. Most már akkor én, hát most már lehet inni alkohol, lehet azt csinálni, emelt, mert minden szabad, de nem minden hasznos, ugye, vagy hogy van az az igen? Nem minden használ, ugye minden szabad. És akkor most fogok és belemegyek egy másik végletbe, nincs törvény, akkor most már csinálok azt, amit... Ez nem így van, ez hülyeség. De ezt hirdeti a szuperkegyelem. Ezt nem lehet. Ez tanítás. Nem tudom, is tudtok erről oda. Van itt egy érdekes ige szakasz az 1 Korintusokban, amit inkább így felszeretnék olvasni, egy picit lehet, hogy hosszú lesz, de így átfogó képet ad az egésznek, hogy minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másik.
mindazt, amit a húsipar, a húspiacon árulnak, megehetitek, de ne kérdezgessétek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úr a Föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek, ne kérdezgessétek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, hogy az bálvány áldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztet, és, az lelki, és a lelkiismerete miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságom a másik lelkiismerete? Ha én hálával leszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközéssel ne adjatok okot sem zsidóknak, sem görögöknek, sem Isten egyházának. És most tényleg fontos mondat, amit mondott Pál, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többieket, hogy üdvözüljenek. És még egy igét felvásnak, Márk 7:20-ban van, hogy nem értitek, hogy semmi olyan, ami kívülről jut az emberbe, nem teheti tisztátalanná, mert az nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Ezzel ő minden ételt tisztának nyilvánított. Tehát szerintem ez teljesen egyértelmű. Mm-hmm. Kivéve az, hogy itt ez a bálvány áldozati útra vonatkozott, ami így egy van, teljesen más kultú élvezet, mint egy Mózes mikor a tisztátalanál, tehát amikor az Úr a tisztátalanál a törvényt adta, akkor az egészségvédelmén adta, nem a bálvány áldozatú miatt. Tehát azért ezt elkifáztam. Meg itt a kézmosásról volt szó, nem? Hogy nem mostak kezet. Hát nem az volt. Jó, ez nem az? Jó, bocsánat. Jó, szerintem ez egy nagyon érdekes téma, és ezeket Isten ad kegyelmet fogjuk vesézni, mert nagyon, nagyon függ a mi hitéletünk ezektől a dolgoktól, amit a Gabi fel megemlített ezen a területen. És most ebben nem egy szabadosságot akarunk bárkivel is. Mindent megtalálod, és akkor cigaretta vagy bár, nem erről van szó. Hogy... nagyon jó dolgokra rátapintottál, Gabika, hogy a tiszta lelkiismeret. És még olvasd el a 2. Timóteus 1:3 verse. 2. Timóteus 1:3 verse. Pál magáról beszél. 2. Timóteus 1, vagyis 1:3 verse. Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelki ismerettel szolgálok, ami szüntem. Ez ennyi. Figyeljétek, hogy úgy szét vannak szórva ezek az igék, és mégis, mikor egyben úgy elolvasod, akkor egy fantasztikus titkot árulnak el neked, mert rengeteg szolga van, aki nem tiszta lelkiismeretben csinálja a dolgokat. Értitek? És a hitnek a titka a tiszta lelkiismeretben van. Nagyon sokan csodálkoznak. Úgyhogy egy lelkipásztor szinte fölháborodott ellenem, nem fogom mondani, hogy ki az, te ismeritek, de azt mondja, én ezt nem értem. Ugyanannál a személynél voltam, megkentem olajjal, imádkoztam érte, semmi nem történt. De még mész oda, és megkened olajjal, és jön haza a kórházból is, és egészségesnek nyilvánítsák az orvosok. Azt mondja, mi ez, honnan van ez? Tudod, fölháborodott volt. Mondom, testvére, hát én mentem utána, nem az enyémet hallgatta meg az Úr, a te imádat. Nézze, igazad? Hát nem, hát imádkozta érte, hát hogy nem mindjárt, hanem később, hát Istennek megvan a maga ideje. Kérdés az, hogy mi fér bele a lelkiismeretbe, és mi nem. Akár a evésnél, akár az ivásnál, akár az ünnepeknél.
akár a, én nem tudom, ruhahordásnál, mi az, ami belefér? Ezt kell megvizsgálni. Magad mit gondolsz, hogy mi az, hogyha már nem is bűn az, vagy nem nyilvánvaló, vagy nem biztos, hogy bűn, mi teszi azt a lelki ismeretet ingadozóvá? A félelem, nem? Félelem. És a tökéletes szeretet mit csinál? Kivizsgálja a félelmet. Szeressétek az Úr Jézus tökéletesen. Értélek? Én hallottátok? Párszor már itt imádkoztam. Van valaki, aki emlékszik, hogy mivel kezdtem az imámat? A szalmát. Még egyszer? Szeretlek, Úr Jézus. Ez egy titok. Én annyira szeretem, értitek? Annyira szeresd az Úr Jézust, hogy egyszerűen nem tudsz félni. Mert a tökéletes szeretet mit csinál? Kézi. Én most nem magamra nézve most. Nézzétek meg az Úr Jézus. Atyám. Abban annyi szeretet, az Atyához való szeretet volt, mikor az Úr Jézus imádkozott, mikor megszólította az Atyát. Vagy az én szinte elolvadok abból, mikor megszólítja az Úr Jézust az Atyát. Nem tudom, érzitek? Keressétek ki, mikor Úr Jézus megszólítsa az Atyát, hogy mennyi szeretet van. Ha nem lesz ez a tökéletes szeretetben, minden problémákkal fogunk küzdeni. És a lelkismert mindenkinek ugyanazt mondja? Nem, de a szeretet kiküszöböli azokat a dolgokat, amit én nem értek, akkor tudok megbízni Istenben, mert tudod, amit vetek, azt aratok. Ha én vetek szeretetet az Uramba, akkor aratok egy hatalmas nagy szeretetet, és mikor tudod, hogy te az Úrnak a szeretetébe bele vagy foglalva, akkor nem félsz. Érted? Mert az Úr azt is, amit még most nem értesz, azt is megértett veled. Majd akkor, mikor ő akarja. Érted? Ez az a bizalom. Mit gondolsz, hogy én azt gondolom magamról, tökéletes vagyok? Nem, én olyan nyavajás vagyok. De egyet tudom, hogy abban versenyezni fogunk, hogy ki jobban szereti őt. Érted? Ebben ezt megvívom, ezt megküzdöm. És ha te azt mondod, szeretem, én jobban akarom még szeretni. Te azt mondod, még jobban, akkor még én még jobban akarom. Mert ebben lehet. Tudod, verseny. És az ebbe a fajta versengésbe nyersz olyan áldásokat, hogy egyszerűen embereknek eláll a lélegzete, mert ebbe volt az Úr Jézusnak a titka, hogy annyira szerette az Atyát, de oly annyira, hogy mikor azt mondta, Atyám, azt gyönyörűbben ki nem tudja ejteni senki közülük. És lássátok, minden vágya, minden kérése, minden óhaja meghallgatott az Atyától. Úgyhogy én bátorítani akarok. A hitemnek a titkot tiszta lelkiismeretben van, és abba a Krisztushoz való ragaszkodásban, Jézus Krisztus, hogy annyira szeretem, hogy a nő, aki akart engem, tudod, hogy... Nem sejted, ugye? Nem tudom, Egyszerűen ő neki belemondtam a szemébe, én az Úr Jézust szeretem. Én azt gondoltam, hogy beleköp a szemembe. Érted? Nem bírta ki az a szellemiség, érted? De most gondolj bele, hogy mi mennyire Jézus Krisztus megbecsüli azt a szeretetet, hogy te annyira gyermekiesen és annyira, hogy egy hülyének csinálod magad egy nő előtt, akinek más a szándéka, és egyszerűen mennyire megbecsül téged Isten abba a te tiszta lelkiismeretedben és abba a szeretetbe, amellyel szereted Jézus. Én ezt tudok csak nektek bizonságot mondani.
Én nem vagyok impotens, nehogy azt gondolom. Nem kérdezhetettük. Azért nem. Senki nem kérdezte, hogy az. Én úgy látom, a frissen megtért a barátnőmbe, úgy láttam, hogy a lelkiismeretét Isten, ahogy mondtad te is, Csongor, hogy a lelkiismeret fejlődik. Úgy látom, hogy Isten tanítja a lelkünket a ismeretre, és ez egy folyamat szerintem a kapcsolat által, Istenne való kapcsolat által, meg az ige által és a testvérek által is. Így van. Mondok egy gyakorlati példát, bocsánat, aztán folytatod. Nagyon sokáig küzdködtem abba, mert legyünk gyakorlatiasak, tizeddel kapcsolatosan. Jó? És egyik helyen ezt hallottam, másik helyen azt hallottam. Ugye? És nem tudtam, hogy most ennek higgyek? Vagy annak higgyek? Nem tudtam. És akkor itt ez történt tized által. Ott meg azt mondta, nem kell fizetni, mert nem vagyunk a törvény által. Hú, mondom, most kinek higgyek? Fogtam, nem érdekelt semmilyen tanítás, fogtam, átlapoztam az egész Bibliát, évekig tartott, fogtam, megnéztem, átkerestem, kikerestem az összes igét ezen a területen, megéri ez nekem? Nekem megéri, hogy ott legyen a tiszta lelkiismeretem ezen a területen. És amikor megnéztem, átfigyeltem, imádkoztam, szóval nem úgy csináltam, hogy ha jobbra esik, akkor igen, ha balra esik, nem. Vagy ha az nagyobb karizmatikus ember, akkor attól elfogadom, az kevésbé, akkor nem így csináltam. Nem így csináltam. Sőt, fogok érte bőjtölni, ne haragudjatok, és akkor majd Isten kijelenti, hogy fizessek ki tizetet, vagy nem. Nem is így csináltam, mert le van írva. Megnéztem a Ábrám idejében, megnéztem a törvény idejében, megnéztem a új szövetség idejében, és azt szerint aztán kialakítottam a dolgokat. Amit az igen mond, persze imádkoztam érte. És most már ezen a területen tiszta lelkiismeretem van, nincs lelkiismerete fordulás, hogy most mit, hogyan, miképpen csinálják ezen a területen. Nem az emberek fogják diktálni azt, hogy mit, hogyan, nem az egyház vagy a szokások fogják diktálni, hanem Isten igéje. Csak az van, hogy a törvényemet a szívükbe írom, azt a Szentlélek fölírja, hogy az kijelenti. Jézus Krisztusnak a törvénye teljesen más, mint a Mózesnek a törvénye. Érted, ezt vigyázni kell nagyon, mert egyik is védi az embert, másik is. De az egyik a test szerint védi, és a másik test és lélek szerint is. Akkor ez még a Old Testamentumra írja. Hogyan? Akkor ez még a Old Testamentumba. Nem profécia, igen. Igen, de ez ígéret a Új Testamentumi időszakra. Uh-huh. Hogy a szívükbe fogom írni. De akkor a Szentlélek. Igen, Szentlélek által. Igen. Hát Istenek kegyelmet, ilyen témák várnak minket, amin lehet gondolkozni, imádkozni, épülni, és ha valaki akar az Úrral menni ezen a területen. Érdemes ebbe beleindítani. Időt, minden, igyekezet. Emlékeztek, ez volt az én első kérdésem. Az első alkalom, amikor együtt voltunk, és az első... A törvény volt a kérdésem, mert akkor pont ez aktuális volt egy barátom, egy barát a világi barátok közül, aki olvasta az igét, és úgy döntött, hogy nem eszik többet disznóhúst, mert hogy ezt mutatja az ige. És ez volt nekem akkor az első kérdésem, hogy akkor hogyan magyarázom meg neki, meg hogy tényleg, hogy vannak ezek a törvény dolgok. És ez jó téma, lelkiismeret. Ebbe csak belekezdtünk, most nem, hogy mostan mindent megbeszéltünk, és csak beszéltük, hogy mi vár ránk ezen a területen. Igen, ez jó, jó, hogy megbeszélt. Gondolom, testvérek, hogy most már vége fele járunk. Jó lenne. Zsuzsika szeretné volna valamit? Nem. Nem. Jó. Valaki szeretne még valamit, amit nem szabadna kihagyni? Elvikete szeretné volna valamit? Jó. Akkor
imádkozni. Igen, mindenki, aki szeretne imádkozni, hálát adni, dicsérni az Urat, meg kell, hogy tanuljunk meg röviden imádkozni. És azok is, akik nem szoktak, akkor azokat is buzdítani, hogy nagyon, de nagyon szeretünk téged, Úr Jézus. Szívünkben van vésve ez a vágy és ez a látás. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azt mondtad, hogy az szeret engem, aki az én parancsolataimat megtartja. És köszönöm, hogy azt mondtad aztán tovább, hogy az nem szeret engem, aki nem foglalkozik az én parancsolataimmal. Úgy kérlek, Uram, hogy add azt a kegyelmet, hogy valóban annyira szeressünk téged, hogy a te parancsolatod a életünk részévé váljon. Amen. Amen. Drága mennyi Atyám, köszönjük neked, Uram, az itt létet, köszönjük neked, Urunk, hogy te elkészítetted, Uram, a szívünket a befogadásra, és kérünk téged, Uram, hogy fedd is fel nekünk továbbiakban, és világosítsd meg a szemünket, Uram, hogy ezeket megőrizzük, belekapaszkodjunk ezekbe az ígékbe, ígéretekbe, tanításokba, Uram, és legyünk jó sáfárok ezen, Úr Jézus, és legyünk szorgalmasak, tartsuk tisztán a mi lelkiismeretünket, Úr Jézus, és engedelmeskedjünk a te igazságodnak, legyünk alázatosak, szelidek, Uram, és legyünk mindenkor belőtt szerelmesek, Uram, és mindig emlékeztessük magunkat, hogy miből mentették ki minket, és életünk fel a tüzet magunkba, Uram, és ne rejtsük el ezt a fényt, meg a sót, amit belénk helyeztél, hanem vigyük ki a világba, Uram, és érintjük meg azokat, akik még el vannak veszve, Uram, a te kegyelmedből. Amen. Amen. Mennyei Atyám, én is hálát adok ezért a csodáért, amit létrejöhetett, Uram. Köszönöm azokat az embereket, akik Uram, oda tették magukat, hogy ez az alkalom létre jött, és kérlek, áld meg őket hatalmasan, Uram, olyan hálás vagyok, Uram, a te kegyelmedért, hogy mindig többet adsz, Uram, mint amit várunk, Uram, túlcsordultig ad minket, és túlcsordultig van a mi belsőnk, Uram, köszönöm neked, és imádkozom, Uram, azokért az embereket, hogy mindenkinek, Uram, itt legyen tiszta lelkiismerete, vezessen mindenkit, Uram, a tiszta lelkiismerete, és taníts meg mindenkit, Uram, hogy lehet abban meg is maradni, Uram. Köszönöm a te kegyelmedet, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönöm Istenem, hogy meghallgattál, hogy a szívemet készítetted, és az üzenetet meghallottam, megértettem. Köszönöm a sok áldást, a lelki és fizikai ételt, és azokat, akik ezt elkészítették, hogy te megáldod, és megfogod el, de megáldottad, hogy a tiéd vagyunk. Amen. 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 Köszönjük, Úr Jézus, hogy szerethetünk tégedet. Köszönjük, Urunk, a mai napot, köszönjük a majd bizonságtételeket, a te drága ígédet, Uram, a tanítást, a bölcsességet, amit adsz, a tisztánlátást, a vezetést, Uram, és add, Uram, hogy megfogadjuk, és szívünkbe vessük a te törvényedet, a te szent lelked által, Uram, és add, Uram, hogy a te vezetésedre nézzünk folyamatosan, Uram, és a te világosságod fény legyen rajtunk keresztül a sötétségben, a Jézus drága nevében. Amen. 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 Hálat tehát az én szívem, Uram, újra és újra azért, hogy te ennyire ismersz bennünket, és ennyire szeretsz minket, hogy tudod, hogy egyetlen egy mondat, ahányan vagyunk, annyit mond, és építesz minket vele. Köszönjük, Urunk, azt sok mindent, amit ma kaptunk, és köszönjük azt, hogy megáldod a ki nem mondott kéréseinket is. Olyan fontossága kezel, mint azt, amiért évek óta imádkozunk, Urunk. Köszönjük ezt a szeretetet, amit fel sem foghatunk, ezt a törődést és gondviselést. Drága fiad az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Atyám, köszönöm, hogy szóltál hozzám. Köszönöm, hogy kimutattad, hogy ennyire szeretsz engem. Kérlek, Atyám, adj nekem alázatot a szívembe, Uram. Segíts, kérlek, hogy alázatos tudjak maradni, és hogy engedelmes tudjak neked lenni. És add, hogy Uram, szeretni tudjam az én testvéreimet, önmagamat, vagy hogy te szeretsz engem, Atyám. A Jézus nevében. Amen. Amen. Drága Úr Jézus. Uram, köszönöm neked azt, hogy a te lelked tudja csak megeleveníteni az igazságot, Uram. És én imádkozom azért, hogy a te lelked által tudjuk olvasni a te igazságodat és a te igédet, Uram. És Uram, imádkozom azért, hogy azokért a testvérekért, akik
keresik az igazságot, hogy a te lelked elevenítse meg a meg nem értett dolgokat, Uram. És Uram, köszönöm, hogy lezárhatjuk így ezt a hetet, és imádkozom a következő hétért, ki maga hazamegy, és szembenéz az újabb a héttel, és küzdelmekkel, harcokkal, nehézségekkel, Uram. Imádkozom azért, hogy erősödjünk meg mindannyian, ahányan itt vagyunk, Uram. És hogy imádkozom azért, hogy amit megértünk a jövő héten, azokat az igazságot és igéket, amiket elénk hozol, azt valóban tudjuk megemészteni és megrágni, és örülni annak, amit megértettünk, Uram. Jézus nevében. Amen. Amen. Mennyi, Atyám. Hálás szíveimnek eléd. Uram, köszönöm. Köszönöm ezt a csodálatos estét. Köszönöm, Uram, hogy Te így összehoztad a testvéreink szívét, Uram, mert ennél nem tudok volna ez létrejönni. Köszönöm, Uram, hogy a hetekkel, hónapok előtti imákra Te így válaszoltál. Hálás vagyok, Uram, hogy valóban a Téged szeretőknek, amit szem meg nem lát, fül meg nem hal, és a szívünk meg se gondolt, Te azt adtad most nekünk túláradó, túlcsorduló módon, Uram, ezt a sok áldást a Te igédből. Mennyi Atyám, add, Uram, hogy tudjuk tényleg a jó lelkiismeretet, tiszta lelkiismeretet jönni Te eléd. Uram, munkát kezd bennünk, és azokban, akik nincsenek itt, Uram, ő hozzájuk is szól, és kérlek, buzdítsd őket is a tiszta lelkiismeretre. Az Úr Jézus nevében. Őket is nagyon szeretjük, Uram, az Úr Jézus nevében, és én hiszem, Atyám, hogy ez minden igét kimegy a világhálón keresztül, és megérinti a szíveket. Köszönöm, Uram, én ezért imádkozom hozzád, hogy ne csak itt, hanem minél több emberhez tudjon eljutni a Te beszéded, ez az alkalom, ez a tanítás, a Jézus nevében. Értem, és köszönöm, Uram, hogy Te erről gondot fogsz viselni. Amen. 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 Mennyi, Atyám, hálát adok a mai napért, hálát adok a közösségért, hálát adok a bibliskarért, hálát adok, hogy formálod a szívünket, tart még a Te kegyelmet, segíts, hogy tényleg komolyan vegyük a Te ígédet, a Te szavadat, a Te szeretedet, az a Te kegyelmedet, hálásak vagyunk, hogy a Te kegyelmet tart meg minket, hálásak vagyunk, hogy nem fogalkodunk fel, és ha felfogalkodunk, akkor is helyreigazítasz. Segíts, hogy ezt észrevegyük, segíts, hogy mindig alázatba tartsuk a szívünket, sose fogalkodjunk fel, semmi. Ami általunk történik, a Te dicsőségedre. Segíts, hogy tényleg a Te dicsőségedre éljük, és sok is világosság legyünk ebbe a világba. A názáreti Jézus Krisztusban imádkoztam. Ámen. Ámen. Úr Jézus, mi megtörjük a mi szívünket Te előtted, és bevalljuk, hogy szükségünk van Te rád, minden területen. Kérjük a Te kegyelmedet, és hogy töltsd be a mi szívünket szeretettel Te feléd és egymás felé. És ez abban, hogy tudjunk ebben növekedni, Úr Jézus. Köszönjük Neked. Ámen. Készüljenek fel, hogy és a papírokon ott legyen a nevük, mert azok, akiknek ott lesz a neve, azokat a Zsuzsika beírja, mint azokat, akik az első, vagyis abban az évben tanulmányozták ezt az iskolát, vagyis részt vettek ezen. Akik nem adják le ezeket a papírokat, ezeket a dolgokat, azokat nem tudjuk beírni, mert nem tudjuk komolyan venni, hogy látogassák ezt az iskolát. Úgyhogy jó lenne, hogy mindenki adja le, jó? És tudjátok, hogy hogyan magyaráztam itten, hogy meg volt magyarázva, gondolom nagyon világosan meg volt magyarázva. Úgyhogy próbáljátok őket buzdítani, segíteni nekik.
megengeditek, elviszem a ti szeretettelnek köszöntéseteket Csongorral együtt a Komárnóba, de ugyanúgy mindenhova az úr fog küldeni.